A Nemzeti Adó- és Vámhivatal április 30-áig postázza a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, mindazok számára, akik azt márciusban kérték, illetve azoknak is, akiknek nincs ügyfélkapujuk, de a tervezetük 1000 forintnál több visszatérítendő vagy befizetendő adót tartalmaz. Azon érintettek szintén megkapják a dokumentumot, akiknek a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatközlése miatt ellentmondás mutatkozik a tervezetében. Amennyiben az adózók egyetértenek a hivatalos iratban foglaltakkal, további teendőjük nem akad, azonban vannak olyan esetek, mikor további lépések szükségesek. Hogyha valakinek ugye befizetendő vagy visszaigényelhető adója van, de itt is egyetért a tervezettel, akkor van egy úgynevezett kiegészítő nyilatkozat ebben a megkapott papír paksamétában, mondjuk úgy, és neki csak ezt a kiegészítő nyilatkozatot kell aláírva visszaküldenie. Hogyha valaki ugye visszakap pénzt, tehát visszatérítendő adója van, akkor lényegében csak azt a postai címet vagy bankszámlaszámot kell megadni, ahol ezt kéri. Hogyha pedig valakinek befizetendő adója van, akkor igazából a kiegészítő nyilatkozaton arra van lehetőség, hogy részletfizetési kérelmet nyújtson be. A szakember hozzátette, abban az esetben, ha a tervezetben téves adatközlés áll fenn, nem elég a kiegészítő nyilatkozat, hanem a bevallást külön kell benyújtani. Ennek határideje május 20-a, illetve az adó 1+1%-áról való rendelkezésre is ugyanez az időpont vonatkozik. Mindezt az érintettek postai úton keresztül vagy online módon tehetik meg, illetve május 10-éig lezárt borítékban leadhatják munkáltatójuk számára is, amennyiben az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. Az adóból 1% egy regisztrált civil szervezetnek, további 1% pedig egy vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak ajánlható fel. Most már évek óta a Nemzeti Tehetség Program javára lehet ezt még felajánlani, hogyha valaki nem akar semmilyen vallást nem mond a magáénak, és nem akarja egyháznak felajánlani. Annyi az idei évtől a változás ebben az 1%-ban, hogy ugye tavaly már, hogyha valaki bejelölt egy egyházat, akkor azt ebben az évben, ha nem ismétli meg, akkor is automatikusan oda fog kerülni, amíg nem módosítja. Viszont ettől az évtől kezdve, hogyha megjelöli például ezt a nemzeti tehetség alapot, akkor az is automatikussá válik a következő évekre nézve, amíg nem módosít. A civil szervezeteknek felkínált 1%-ról évről évre rendelkezni kell. A felajánlásokra jogosult kiemelt költségvetési előirányzatot, illetve a vallási közösségek továbbá a kedvezményezett civil szervezetek listáját az adózók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán a www.nav.gov.hu oldalon érhetik el.